Sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen Gyuláról, a Tömlős gátról. A Vajda Attila Kajakenu Regionális Akadémia egy újabb helyszínen mutatja meg magát. A Békési Kajakenu Klub segítségével, edzőivel, szakemberével eljöttünk ide Gyulára, és próbálunk egy nagyon színvonalas eseményt lebonyolítani a gyulaiak számára, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal, mert eddig még Gyulán nem volt lehetőség ugye ezt a versenysportot kipróbálni. Mi versenyeszközöket hoztunk, tehát versenykajakokat és kenukat, amivel a gyerekek a bajnokságokon részt vesznek, és úgy veszem észre, hogy a résztvevőknek nagyon tetszik, mert nagyon nagy lelkesedés van és sorvonálás az eszközökért, hogy ki tudják próbálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ennyi érdeklődő van az eseményen, és nagyon bízunk benne, hogy hamarosan Gyulán is lesz egy olyan lehetőség, hogy a gyerekek ide ki tudjanak jönni sportolni, edzeni, és kapcsolni egy egyesülethez, ami versenyzés is tudja majd számukra biztosítani. A Magyar Kajakenu Szövetség irányítása alatt létrejött egy akadémiai rendszer ez év elején. 6 területre lehet ezt osztani. Mi jelenleg ugye a délkeleti részben a Vajda Attila Regionális Akadémiához tartozunk. Ennek az akadémiának az a célja, hogy egy olyan szakmai platformot működtessen, ahol sokkal inkább az akadémia megy a gyerekekhez, illetve a kajakkenú sportot üzemeltető műhelyekhez, mint hogy a gyerekeket elvinné. Úgyhogy különböző eseményekkel, összetartásokkal, edzésekkel és egyéb érzékenyítő eseményekkel próbáljuk meg a kajakkenús családot erősíteni és növelni. Itt ma Gyulán azért vagyunk, mert azt gondolom, hogy Gyula város az egy nagyon ideális helyszín a víziturizmus és a vízisportokat kedvelőknek. Itt most egy nyílt nap történik. Nagyon sok fiatal tudta kipróbálni a kajakkenu sportot, és hát reméljük, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is betekintést kapott a sportágba. Nyilvánvaló mindenkivel van valamilyen célunk, hiszen a víziturizmussal, a szabadidősporttal és a versenysporttal együtt erősödve egy ilyen közösséget, hogyha létre tud hozni, illetve tovább tudja erősíteni Gyula város, akkor mindenféleképpen nekünk az egy nagyon nagy eredmény. Figyelj, kész,